Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Ez egy újabb exatlonos videó lesz Zozóról, de mielőtt neki kezdenénk ennek az exatlonos videóknak, én szeretnék pár kérdést felolvasni nektek, amit megválaszolok. Ti írtatok nagyon sok kérdést és nagyon sok kommentet nekünk YouTube-on, Instagramon, és most ezekre fogok válaszolni. Az első, legfontosabb kérdés, amit legtöbbször feltettétek, hogy Zozó itthon van-e? Hát, figyelj, nem én csinálnám most a videót, hogyha Zozó itthon lenne, szóval kijelentetem azt, hogy nincs itthon. Jelenleg is minden nap küzd kint Dominikán az exatlonban. Nagyon sokan kérdeztétek azt is, hogy hanyadikán hívott fel minket Zozó, illetve hogy hányszor beszéltünk Zozóval, fel tud-e minket hívni telefonon Zozó? Most őszintén megmondom, hogy nem. Ez alatt a 3 hónap alatt egyszer beszéltünk vele telefonon, és ez az egy beszélgetés, ez az az egy beszélgetés volt, amit ti is láttatok a tévében. Összesen 3 hónap alatt beszéltem Zozóval, szerintem én személyesen 10 másodpercet, de amúgy az egész családdal ugye a telefonos beszélgetés, amit nyertek, egy ilyen jó 2-3 perc volt. Szóval igen, ez elég durva. Most gondoljatok bele, kint vagytok 3 hónapig, a családotok, mindenki telefon nélkül, nem tudtok semmiről, és hát igen, elzárva a külvilágtól. Ez elég durva. Ilyen az exatlon. Fú, közben olvasom a kérdéseket és keresem. Lesz exatlonos negyedik rész? Igen, lesz, ez a negyedik rész. Zozó testvére vagy? Nem, csak ugyanaz a nevünk. Igen. Te ki vagy? Rohadtul hasonlítasz Zozóra. Nézzük, mik vannak még. Jött egy olyan kérdés, hogy meddig tart az exatlon? Nem tudom. Tényleg, hogy őszinte legyek, nem tudom. Nem tudom, hogy meddig tart. Valószínűleg most a járvány miatt tovább kint lesznek sajnos Zozóék. Nincsen információnk. Mi is annyit tudunk, amit ti a tévéből láttok. Szóval erre a kérdésre csak azt tudom válaszolni, hogy sorry, nem tudom. Újabb nagyon fontos kérdés, tényleg nagyon sokan kérdeztétek tőlem is, Zozótól is, YouTube-on is, mindenhol, hogy lesz-e most nyáron 2020-ban tábor, BMX Ride-on tábor. Fú, mi nagyon reméljük, hogy lesz. Valószínűleg már kezd akkor lecsengeni ez a vírusos koronajárvány, és nagyon reméljük, hogy meg tudjuk tartani a táborokat, ugyanis tavaly, azaz 2019-ben tavaly 3 tábort tudtunk a nyáron szervezni, és egy negyediket még szerveztünk télen. Jók voltak ezek a táborok. Nem tudom, hogy láttátok-e már az új feliratkozóktól kérdezem, hogy láttátok-e már, hogy mi nyaranként táborokat szervezünk Zozóval. Hogyha nem, akkor leírásban találtok egy linket a táborhoz, tábor videóhoz, illetve meg tudjátok keresni Zozónak a YouTube csatornáján az összes videót. Így összefoglalva a kérdéssel a válaszom az, hogy nagyon reméljük, hogy meg fogjuk tudni tartani a táborokat. Nyilván minél hamarabb, amint tudunk tájékoztatást adni erről az egészről, ki fogjuk írni, és tudni fogjátok, hogy lesz a tábor. Addig pedig kitartás mindenkinek, és kövessétek a fejleményeket. Na, én úgy gondolom, hogy megválaszoltam a legfontosabb kérdéseket, viszont még azt szeretném megemlíteni nektek, hogy tényleg nagyon sok komment érkezik Zozónak, mint YouTube-ra, Instagramra, Facebookra, mindenhova, nagyon sokan nézitek, szurkoltok neki, szóval le a kalappal, srácok, nagyon fog neki örülni Zozó. Köszi! Na, de elég már itt belőlem. Kezdjük el szerintem az exatlonos videókat. Meg is nézem, hogy melyik lesz az első. Az első exatlonos videó, amit be fogok ide nektek most játszani, az a Nemzetek kupájáról készített összefoglaló videó. Sajnos Zozó nincsen benne, viszont ezt szeretném bejátszani, mert ez nagyon érdekes volt.
több ország ellen küzdött a magyar csapat. Zozó, igen, nagyon sok kommentet olvastam, és nagyon sokan írták, hogy jaj, Zozó miért nem játszik, jaj. Hát, hogyha eddig nem vettétek volna észre, már 3 hónapja minden nap a tévében van, és 3 hónapja minden nap a térdén van, az a térrögzítő nem hiába. Zozónak nincsen hátsó keresztszalagja. Rossz a térden, nagyon sokszor kifordult már. Így jár az, aki ezt a BMX-es sportágat választja, benne vannak az esések, és sajnos Zozónak rossz a térde. És úgy tűnik, hogy a nemzeti kupája előtt sikerült lezúznia magát, és azért nem versenyzett. Na, de elég is volt, nézzük ezt a videót. Üdjék hát a nemzetek kupájának döntője! Mi hátnál a lehetőség? Egy bábú fönn az asztalon, Laci! És behúzzuk 1-0 Magyarországnak! Már csak 2 boginak, már csak 1 boginak, 1 sem! Így kell lesz 2-0 Magyarországnak! Mustafának egyet kell letakarítani, a Gergőnek is egyet, és Mustafa behúzza a törökök első pontját! 2-1 az állás! És már csak 1, és behúzza! Törökország kiegyenlít 2-2! Dávid! Dávid le! És 5-5! Kiegyenlít Magyarország! Özge! És Özge behúzza 6-5 Törökországnak! Gergő, nyugodtan! Úgy van, azaz! 2! Már csak 1, Gergő! Már 1 sem! Átvette Magyarország a vezetést! 7-6! Még 3 labdája van, Bogi is hoz 3-at. Egyet kéne leküldeni, Bogi, és megvan! 8-6 Magyarország javára! Ez is elgurul! És Dév! Magyarország megnyerte veretlenül az Exatlon kupát! Az Exatlon kupa 2020. évi döntője, amit hatalmas csatában végül veretlenül Magyarország nyert! Na, hát ez kemény volt. Én nagyon örülök, hogy a magyar csapat nyerte meg ezt a nemzetek kupáját. Szerintem megérdemelték, nagyon mindenki küzdött. Le a kalappal tényleg a kihívók előtt is, a bajnokok is nagyon jól küzdöttek. Gratulál srácoknak, lányoknak! A következő videó egy medálljáték videója lesz, amit Zozó Gergő ellen játszott. Most már tudjátok, hogy sajnos Gergő kiesett az Exatlonból, Zozóval vívta a párbaját. Zozónak is az első párbaja volt, illetve Gergőnek is az első párbaja volt ebben a játékban. Na nézzük ezt a medálljátékos küzdelmüket. Férfi döntő, 2 nyert meccsig, és ugyanúgy 8 tekebábút kell az asztalra pakolni. 2 bajnokfiú verekedte be magát a mai medáldöntőbe. Zozó és Gergő. Felkészülni! 3, 2, 1! Pattannak át. Na nézzük, hogy bír egymással a 2 bajnok. Ez életük első futama egymás ellen. Karika 1, Karika 2, és a fiúknál ugye 3 is. Gergő az első, aki a csillaghoz ér, és tolja a csillagot. Lasztik lent, ugrik le a labdánkért, Zozó is teszi ugyanezt, 1 labda bent. Ugyanott tart tulajdonképpen a 2 fiú, így van, és medence, csúszda, egy pillanatra Gergő megbotlott. Ez talán egy mozdulatnyi előnyt adott Zozónak, de most ezt Gergő behúzta. Azt a mindenit, milyen energiával megy a 2 fiú, jönnek ki. Gergő és Zozó egyszerre csapják a helyére a csapóajtót, és forgatják az akadályt. 2, és jön a 3. kör, Gergő 1 lépéssel vezet, és ugrik, bujik, Zozó jön mögötte. Gergő eldobja a tekebábút, és gyűjti össze a többit. Zozó 4 tekebábút dobott el, Gergő pedig rugdalja az utolsót, és pakolja ki az eszcájgot az asztalra. Zozó pedig már be is fejezi.
jön vissza a gurításhoz. Gergőnek most vannak a helyén a bábúi. Zozó, bang, kettő lent, még egy, és még egy, már csak négy van neki. Gergőnek három, Gergőnek ez most elgurul. Öt bábú az asztalon Gergőnek, és négy Zozónak. De Zozó két bábúja egymás mellett, most egyet eltalált. Gergő négy, Gergőnek már csak kettő, és fut a labda után. Gergőnek két bábú, Zozónak három, és rohannak vissza a golyókkal. Na nézzük, Zozó, bang! Gergőnek már csak egy, most az asztal találta el, egy bábú, és nincs elég labda. Zozó jön vissza a labdákkal, egy bábú fog dönteni az első körben. Zozó megküldi, és Zozó behúzza, egy másodperccel előbb 1-0-ra vezet. Kifi döntő első fordulója után Zozó 1-0-ra vezet Gergő ellenében. Ugye két nyert meccsig megyünk, most jön a második forduló. Felkészülni, 3, 2, 1. Na, most hogy bírnak egymással, hogy Zozónak már előnye van, ugye, ahogy említettem neki, van egy medálja, Gergő az első medáljáért küzd, harcol, és harmadik karika Zozónál, és Zozó fejezi be a karikapakolást elsőnek, és tolja a csillagot, ha lesz még egy lasszik lenne a földön, megfokozza egy kicsit, hogy azt csinálja, amit ő akar, Gergő most fut fel az első labdával, Zozónak pedig már benne van a második, és érkezik a csúszdához, benne a csúszdához, majd a medencébe, hogy kezdje el halászni a labdát. Lassi kint. Zozó, Lassi, kettő. Gergő agyonvágta az asztalt, és megy utána. Gergő nem a finom megoldások híve, úgy tűnik. Zozó érkezik a lasztikhoz. Kettő kint, és egyet elküld. Bár kettő lent! Azt a mindenit! Ott az asztalon négy, és eldőlve egy bábú. Gergő most rakta föl az utolsó bábút, és nem! Zozó, egy a fiúknak, de Gergőnek még van egy lasztia, és már nem kell több. Jöjjön a döntő döntője! Egy-egy az állás a férfi döntőben Gergő és Zozó között. Jön a mindent eldöntő futam, a mai medálért folytatott versenyfutás utolsó versenye. Felkészülni, 3, 2, 1. Vetik ki magukat, karika, mintha a kópiája lenne az előző körnek. Gergő is pakolja oda. Gergő vizet nyelt. 1, 2. És Zozónak is 3. Egyenlő az állás a két fiú között, Zozónak már csak 2. Gergőnek is 2. És még van egy lasztik. És nézd maga elé, koncentrál, Zozó! Zozónak már csak egy, Gergőnek is csak egy, és Zozó behúzza a második medált! Van még egy kis élmény, játékon szerzett élmény, amit szeretnék még nektek ide bejátszani. Nézzük meg! Nagyon jó volt fent lenni a levegőben, 20 méter magasan, és egyáltalán nem éreztem magamat veszélyben, nagyon szép volt a kilátás, és nem gondoltam volna, hogy életemben először ezt itt fogom kipróbálni a karitengeren. Remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha így ez alatt a videó alatt bármi kérdésetek felmerült, akkor légy szíves írjátok meg kommentben, mert ha esetleg Zozó hazaérkezne, akkor lehet csinálunk egy ilyen kérdés-válasz videót, és akkor ezeket a kérdéseket, amiket ide leírtok, azokra mi válaszolunk majd. Illetve, kösz, hogy megnézted, iratkozz fel a csatornára, dobj egy lájkot erre a videóra, és a következő videóba találkozunk.
A videó elkészítése alatt ez a kutya végig a lábam alatt feküdt.